Szeretettel köszöntöm a stúdióban Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem egyetemi docense. Fáradt be ma hozzánk, köszönöm, hogy itt vagy. Én köszönöm. Franciaország mindig egy kicsit ilyen egzotikus magyar szemmel, egyrészt azért, mert a nyelvről azt szokták mondani, hogy borzasztóan nehéz. Ehhez mit szoktál egyébként szólni? Én nyelvtanárként nem mindig tudok erre a kérdésre válaszolni, mert hát most mihez képest borzasztóan nehéz? Én is lebeszélném erről a hallgatókat, amikor tanácsot kérnek, hogy milyen nyelvet választanak, főleg azért, mert a francia egy a világszerte beszélt nyelv, Afrikától kezdve Ázsián át a világ minden táján, tehát nyugodtan lehet boldogulni az a francia nyelv. Nekik sikerült. Hát igen. Akkor mi is megtanulhatjuk. A diplomácia nyelve. És a diplomácia nyelve. De maga az, amit említettél, hogy nagyon sok helyen beszélik a világon, ez nem a véletlen műve, hanem ugye ez a világtörténelem műve, és akkor mindjárt el is érkeztünk ahhoz a témához, ami talán most az Európai Unión belül az egyik legérzékenyebb téma, és nagyon nehéz a franciákkal például egy platformra kerülni magyar szemmel, hogy amikor különböző népességről beszélünk egy országon belül, úgy tűnik, hogy a franciák ehhez nagyon-nagyon hozzá vannak szokva, mindazért, mert úgy mozognak a világba, hogy ugye beszélik a nyelvüket, és hát tartoznak is hozzájuk valamilyen szinten. Míg Magyarország ugye ebbe teljesen más helyen áll, több más kelet-európai országgal. Hogyan állnak ők ehhez hozzá? Hogyan látnak ők minket? Akkor először úgy kérdezem. Én azt gondolom, hogyha migrációs válság kezelésére gondolunk, kimondottan, akkor nagyon értetlenül, tehát nem pontosan értik, hogy minket mi motivált, vagy a magyar döntések mögött mi állt. Franciaország azért, ahogy említetted te is, egy hatalmas nagy gyarmatbirodalom volt, de talán nem is ez a lényeges, hiszen más országok is voltak gyarmatbirodalom, és más kapcsolatuk alakult ki. De szemben az észak-afrikai partok, a Maghreb térség, Algéria, Tunézia, Marokkó, különösen Algéria, Franciaország számára mindig olyan volt, mint a Bordónak egy része lenne. Uh-huh. Igen, tehát oda átugrani, az nem volt nagyobb ügy, mint Marseille-be lemenni repülőgépre. Nekik az nem külföld. Nem volt külföld, igen, ezért volt annyira nehéz elengedni. Indokína más ügy volt, Tunézia, Marokko más ügy volt, a szubszaharai Afrika más ügy volt, de Algériát nagyon nehezen engedték el. És magának a gyarmat birodalomnak a léte is a francia identitás számára egy nagyon fontos dolog, hiszen a francia identitás része az a bizonyos híres grandeur, a nagyság. A nagyság. Igen. És ennek is van egy történelmi kontextusa, mert ahogy ugye a frank birodalomtól kezdve visszamehetünk nagyon-nagyon messzire az időben, a francia identitás alakulni kezd, akkor az európai színpad a külpolitikában egy nagyon természetes mozgástér, hogy nagyhatalmi politikát csinálunk, hogy az impérium gondolat, hogy a római birodalom visszaállításának a gondolata, az Nagy Károlytól kezdve rész. Az első katolikus király, vagy nem? Az Klodvig volt. Igen, de ő is egy, például ő volt az a lányom, éppen most tanulta a misének az állandó részeit, ő építette föl, ő szervezte meg az egyházat nagyon, tehát itt a kontinentális részen óriási munkát végzett, tehát egy nagyon nagy hatású uralkodó volt, de ő is egy európai horizontban gondolkozott. És tulajdonképpen a francia nemzettudat, ha már így ide visszakanyarodunk, hogy ez a nemzettudatra vigyázni kell, mert azt nem tudjuk visszavinni Nagy Károlyig, hanem az a francia forradalom terméke. És amikor kiépül, akkor az már bizony a 19. századnak a közepe, amikor a társadalom számára egy valóság lesz. De ez a nemzettudat, ez arra épül, hogy egy politikai közösséget alkotunk, hol az állampolgárok egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. Ez egy akaratlagos közösség. És miért jó ide tartozni? Azért jó ide tartozni, mert ez egy nagy és dicsőséges nemzet. Tehát ez a dicsőséges... Igen, az azért megmaradt a forradalom előtti időből is. De ez érdekes egyébként, ez a szabadság, egyenlőség, testvériség, ami a francia forradalomhoz kötődik, mert ugyanakkor az, ami mögöttük van, történelem, azért az áthúzódik a francia forradalom után is, tehát nekik azért a királyság, még akkor is, ha akkor ott kivégezték, azért az úgy valahogy benne maradt, nem? Ez a monarchikus felépítése a társadalomnak minden egyenlőség ellenére.
Igen, ez egy érdekes kérdés, egy szociológiai kérdés, de azt hiszem talán a leginkább a politikai életben ott érhető tetten, hogy amikor 1958-ban de Gaulle az 5. köztársaságot megalapítja, akkor egy nagyon erősen centralizált politikai modellt hoz létre, ugye fél prezidenciális köztársaságot, amire azt szokták mondani, egy kicsit ilyen monarchikus jellegű, mert hogy a végrehajtó hatalom az nagyon-nagyon erősen központosított. És pontosan ez a központi jelleg, ez az erős végrehajtó hatalom, ami biztosítja azt, hogy a francia történelemben a dicsőséges elemek menjenek tovább, és az a fajta kommunikáció az államnak, hogy az államnak ragyognia kell, hogy a de Gaulle-nak a szóhasználata, ez megmaradjon a politikában. És az arisztokratikus felépítés, tehát az hogy illik össze például ezzel az egyenlőséggel a franciák fejében? Én azt gondolom, hogy jól megfér a dolog, mert attól, hogy a politika, az állam, az egy központosított dolog, ez megadja az államnak a létalapját. Az államnak a létalapja az pont az, hogy biztosítsa az egyenlőséget. Tehát azért hozunk létre egy erős államot, mert az államnak kutya kötelessége az állampolgárok jólétét, szabadságát és biztonságát biztosítani. Ha ezt nem teszi, akkor rosszul működik. Akkor lehet változtatni rajta, de amíg ez megvan, addig az erős állam, akár a piac fölött is, ez egy elfogadott dolog. Ugye a franciáknak sok baja van a globalizációval, a gazdasági globalizációval. Mert nem biztosítja az ő nagyságukat? Nem, ez vagy ez most csak egy maliciózus közben beszél, vetés van. Egy párhuzamos folyamat, hogyha a francia nagyvállalatokra gondolunk a piacon, akkor látjuk, hogy milyen szuperül helyt állnak, tehát tényleg világvezető nagyvállalatai, és értik a globalizációnak a logikáját, viszont mind a jobb, mind a bal oldalnak a politikai közbeszédében ott van az, hogy a piac erőitől meg kell fékezni, hogy mesterévé kell válni, mondja a francia szóhasználat, mert hogy a piac nem fogja biztosítani az állampolgároknak azt, ami az államnak a kötelessége. Tehát az államnak a favorizálása és az erős központi államnak a favorizálása pont azért van jelen, hogy az egyenlőséget biztosítsa az állampolgárok számára. Ez már a demokrácia felfogás szempontjából sem annyira egyszerű így a Kelet-Nyugat-Európa között. Nálunk azért a központosított állam az egész más emlékeket idéz. Igen, tehát az erős centralizáció más a kelet-európai kontextusban, főleg... Nem az állampolgárok jogát volt eddig hivatott biztosítani a történelem során. Igen, Magyarországon azért nagyon fiatal ez a demokratikus átalakulásnak a folyamata, és fiatal a nemzetállamnak a folyamata, hiszen hogyha végignézünk a magyar történelmen, az a fajta szuverenitás koncepció, amivel a fiatalabb, a modern nemzetet kötjük, az a hidegháború után alakul ki a 90-es években Magyarországon. 48 után. Ugye hát ezek törekvések voltak akkor. Törekvések vannak, de hogyha megnézzük, amikor a Habsburg Birodalomtól megvan az elszakadás, akkor ugye a Deák Ferenc féle polgárosodási folyamatban nagyon rövid az a, és azt egy duális államban valósul meg az, amikor valódi szuverenitásunk van, még a külpolitika felett is. És aztán amikor elválunk a Habsburg Birodalomtól, akkor ott van egy nagyon rövid időszak, amikor Magyarország önálló államként tud működni, majd a két világháború között, aztán a második világháborúba való sodródás, a második világháború utáni időszak, amikor nincs a magyar külpolitikának túl sok szuverenitása, sőt egyáltalán nincs szuverenitása, akkor nekünk ez egy fiatal folyamat, ez egy új folyamat, igen. Ugyanakkor most egy közös Európát kellene építenünk, legalábbis ugyanabban veszünk részt, hiszen az Európai Unió tagja, ez a fiatal demokrácia is, illetve a nagy grandőr, a nagyságra törő Franciaország is, és hát nem úgy tűnik, és nem csak a nehéz francia nyelv miatt, hogy egy nyelvet beszélünk. Tehát ezek az elvárások egymás felé, és ez még egy dolog, hogy a magyar elvárás milyen a franciák felé, de hát ugye, ami igazán nyomalatban, az a franciák elvárása lenne a magyarok felé. Ők mennyire tájékozottak, és mit például a migráció terén, hogy fog, vagy akár a központosított állam terén, hogy fognak velünk tudni együtt élni, értik-e azt, hogy mi honnan jövünk?
Én azt gondolom, hogy a törekvés megvan. Azért van meg a törekvés, mert ha megnézzük a macroni külpolitikát, ott egy nagyon erős Európát építő külpolitikát látunk. Egyébként ugyanúgy, ahogy de Gaulle-nál, Mitterrand-nál és az összes korábbi elnöknél, tehát ebben nem újdonságot hoz Macron, talán inkább a lendület az, ami, tehát nem a tartalom, hanem a lendület az, ami megvan nála. És ez bizony a 21. században már nem megy úgy, hogy csak Németországra és a német partnerségre épít. És ez az, amit látunk Macronnál, hogy már a német partnerségbe úgy megy be, hogy kis koalíciókat épít egy-egy adott témaköré, akár a migrációban is, akár az eurozónával kapcsolatos kérdésekben is. És itt a francia gondolkodásban, a politikai gondolkodásban megvan az a törekvés, hogy akkor lesz legitim egy döntés, ha minél több államot fel tudok magára sorakoztatni. Tehát én azt gondolom, hogy az a nagyon kiélezett ellenségesség, amit hallunk a közbeszédben néha, az nem feltétlenül ennyire kiélezett, amikor belenézünk a nagy politikai történésekbe, vagy a diplomáciai folyamatokba. Tehát a döntésekről való kommunikáció sokkal, és narratíva sokkal erőteljesebb, mint ami a valós tájékozódásban benne van. Ez akár szerencsés is lehetne, hiszen ezek szerint azért nagyobb a plaszticitása ennek az egésznek, tehát formálható, és esetleg a franciák is hajlandóak rá hangolódni arra, hogy be kell állítani a kelet-európai és többek között Magyarországot is maguk mögé, vagy maguk mellé, vagy lehet, hogy már ez is elszólás volt, nem, hogy maguk mögé, és hát itt azért egy partnerségre vágynának a magyarok is. Igen, én azt gondolom, hogy ez a mögé mellé, ez mindig egy nehéz kérdés a politikában, akár a németek mögé mellé. Igen, az lehet a legnagyobb kérdés, nem a franciáknak? Igen, hiszen itt tradicionálisan ez egy német érdekszféra. Hogyha megnézzük a magyar gazdaságot, akkor azt látjuk, hogy a termékláncaink azok a német gazdaságba épülnek be, és nagyon erősen kötődnek a német nagyvállalatokhoz. És ez egy olyan természetes érdekszövetség, amit a franciák is tekintetbe vesznek, hogy itt bizony jól megválasztott ügyek mellé lehet felállni. Ugye ma már nem nagyon van olyan, hogy Magyarország, Németország szövetségese pont, hanem vannak adott tématerületek, amiben közelednek az érdekek, és amiben eltérnek az érdekek. Például ugye a migráció kapcsán, amikor volt a 2015-ös nagyválság, akkor ott teljesen más volt az országnak a narratívája, mint a Magyarországnak a narratívája. De ez a németekre is elmondható, tehát van egy gazdasági felsorakozás, vagy együtt munkálkodás, tehát valóban a német vállalatokkal, vagy akár ha csak a bevásárlást nézzük, ugye a német boltokba tudunk, a Lidlbe, stb. Elmenni, de ebben nagyon nagy ellentét volt 2015-ben Magyarország és Németország között. Ebben például akkor a franciák hol tudnak állást foglalni? Franciaország számára nagyon fontos volt, hogy világos különbséget lehessen tenni a menekültek, igen, és a migránsok között, a gazdasági migránsok között. Itt nagyon sok kategória. Amit Németország nem tett meg, úgy érted? Németország... Vagy mindenkit menekültnek tekintett Németország. Ha megnézzük a politikai jogi fogalmakat, azok nagyon tiszták és világosak. Tehát a menekült az egy adott státuszhoz kötődik, igen, akiről bizonyítható az, hogy az élete veszélyben forog a saját országában, de nem csak ilyen emberek indulnak el, hanem olyan emberek is, akik munkát keresnek, olyan emberek is, akik Afrikában ugye egy óriási nagy klímaváltozás van, szárassággal, ők is tulajdonképpen megindulnak, de minden országnak az Európai Unión belül a saját hatásköre az, hogy döntsön arról, hogy kit fogad be, és kit fogad nem. Be. De minden ország, függetlenül a menekült válságtól, már jóval korábban a nemzetközi jogban vállalta azt, hogy lefolytat egy eljárást arra, hogy aki menedéket kér, megvizsgálja, hogy tényleg jogosult-e arra, hogy menekült státuszt kapjon, avagy nem jogosult rá. De ezt minden tagország maga folytatja le. És erre senki nem szólhat bele, hogy befogadja-e nem, vagy nem. Azért erre történnek kísérletek. 2015-ben az egy nagyon különleges helyzet volt, hiszen egyszerre rengeteg, igen, ember érkezett, igen, a határ, és óriási nyomás volt. Németország számára az lett volna a megoldás,
hiszen ugye a német iparnak munkaerőre volt szüksége, hogy jöjjenek az emberek, és majd utólag elrendezzük a státuszt. Franciaország ezzel kapcsolatban már óvatosabban lépett fel. Franciaországban nincs ilyen nyomás, ugye, hogyha megnézzük, akkor a termékenységi ráta is egy nagyon pozitív ráta. Bár nem tesznek különbséget, ugye, úgy, ahogy megy esetleg magyar szemmel különbséget tennének, hogy akkor most egy olyan lakosság, aki nem is tudom, hogy mivel a franciák nem tesznek különbséget, szinte nem is tudom, milyen szót szabad használni, hogy külföldről érkező, vagy őshonos francia, mivel ugye ez nem is létezik Franciaországban, de inkább azt mondanám, hogy magyarul talán lehet ilyet mondani, hogy egy csomó arab családban születik nagyon sok gyerek. Csak ez talán nem okoz gondot a francia mentalitásnak. Nem, igen, ez egy érdekes kérdés, mert nem így okoz gondot a francia mentalitásnak. Tehát a francia mentalitásnak, ha széles társadalmi többséget nézek, akkor valóban nem okoz problémát az, hogy bőrszínről van igen. szó. Ami problémát okoz, és ez egy érdekes dolog, nem tudom, lehet-e ilyet mondani, de ilyen osztályöntudatszerűen, az a viselkedésmód. Tehát Franciaországban... Hát nyilván nem a bőrszín, ugye azt csak szoktuk leegyszerűsíteni, de általában nem az okoz gondot, hanem a kultúra. De nem is kötik olyan erősen és a bőrszínhez. Tehát, hogy nem kap egy akkora bélyeget, vagy igen. nem a társam többség által kap ez egy ilyen bélyeget, hogy van egy bizonyos viselkedési kultúra. Amihez kötik, az inkább egy ilyen, megint egy nagyon erős szociológiai fogalom, ugye, ahogy jönnek a bevándorlók, és a francia állam fogadja be őket, általában oda települnek le, ahol a munka van. Hol van munka? Az ipari nagyvárosoknak a peremvidékén. És az ipari nagyvárosoknak a és itt Párizs kiemelkedő ebben, de Lyontól elkezdve mindegyik. Kialakulnak azok a kis, ez a övezetei, a külvárosi övezetei, ahol egy nagyon kevert lakosság jön létre, és a lakásépítési programmal az 50-es évektől kezdve létrejönnek azok a lakótelepek, amiket nagyon hasonlatosak a magyar lakótelepekhez. És itt vannak olyan problémák, célzottan ezekben a kerületekben, ami meghatározza azt, amit mi Magyarországról gondolunk most a francia bevándorlásról igen. és a francia társadalomról. Tehát itt alakul ki mély szegénység, itt alakul ki nagyon erős szegregáció, itt az iskolahelyzet az egészen kriminális, tehát hogy az oktatás lenne az az egyetlen nagy út, amiben ha beviszem az embereket, akkor a francia nyelvet, a francia kultúrát. De ezzel van valami fennakadás, amennyire én tudom a különböző merényletek után, nagy szociológiai meglepetés érte a tanárokat is talán, hogy nem ugyanazt az értékrendet vallották azok a diákok, tehát nem ugyanazokat tekintették áldozatnak és merénylőnek, hanem mintha nekik fordítva lett volna az értékrendjük, és ugye akkor az iskola mit ért el, hol lesz ez egységesítve, hol lesz mindenkinek egy hely biztosítva. A 90-es évek óta óriási probléma ez, hogy tud benyúlni az állam ezekbe a zónákba, igen. és hogy tud ugye ezekbe a peremvárosokba. Addigra 90-es évekre kulminálódott a helyzet, vagy? A 90-es évekre alakult ki az, hogy a harmadik, negyedik generációs bevándorlók nem tudnak kitörni abból a helyzetből, akik akarnak, azok sem. És a társadalom saját magát hibáztatta ezért? Nem igazából megindultak azok a programkeresések, hogy lehet úgy hozzányúlni ez a réteghez, hogy nem tesz az állam különbséget. Tehát nincs pozitív diszkrimináció Franciaországban. Nem tudom azt mondani, hogy ott van a leszakadó rétegem, ott van az a réteg, ahol magas a munkanélküliség, ott van az a réteg, ahol családok nem küldik esetleg iskolába a gyereket, mit tudok célzottan ott csinálni, mert vagy általános nagy szabályokat igen. hozok, vagy célzottan. Igen, célzottan, és akkor mindenféle kísérletek indultak meg, de a probléma az volt, hogy pénzt nem tettek igazából mögé, és nem volt a pénzelosztásának végig gondolva, hogy hogyan lehetne ezt a programot megvalósítani, és nem volt hatékony. Tehát ez akkor... pénzkérdésre lett leegyszerűsítve?
Azt talán túlságosan leegyszerűsítő, de olyan mennyiségű összeg az nem folyt be, sem a tanárképzésbe, sem a, ugye Franciaországban a tanárképzés egy jó példa lehet, talán nagyon specifikus ebből a szempontból, hiszen aki tanárnak megy, az bármikor, és ez a normális, hogy ha állásom van, akkor átmegyek utána Párizsból Lyonba, Lyonból Marseille-be. Tehát nagyon mobilisak. Nagyon mobilisak, igen, tehát ha van egy a fejében leteli lehetőségnek része ez a társadalmi mobilizáció, aki tanárnak megy, az tudatában van ennek, hogy nem fogok kötődni Párizshoz, hanem az országot fogom járni. Ez például elképzelhetetlen Magyarországon. Igen, igen. Sok más mellett. Igen, ez egy teljesen más dolog. És itt nagyon célzott képzésre van szükség, amikor meg tudom szólítani azokat a fiatalokat, akik már ellenségesen nőttek esetleg föl, vagy nem nincsenek a francia környezetbe szocializálva. És tehát abban a francia kultúrában szocializálva, ami a szekuláris társadalmat igen. jeleníti meg. Márpedig ahhoz nagyon ragaszkodnának a franciák. A francia társadalom integrációnak ez az alapja, igen. tehát a szekuláris társadalomnak az elfogadása. Amit nyilván ezek az övezetek nem teljesítenek. Felemáson teljesítenek. Tehát, hogy nagyon sok helyen elindul, és valamiféle furcsa köztes állapot alakul ki, ahol én azt gondolom, hogy a tisztes közép iszlám közösségek is nagyon szenvednek azzal, hogy közösséget teremtsenek ezeknek az embereknek. Mert itt, amit ismerünk mi is Magyarországon, az a fajta, nem tudom pontosan a szót, az a fajta bűnözés, ami a nem nagy, tehát nem emberölés, nem nagy rablásokra irányul, hanem ez a zsebtolvajlás. Ez a piti bűnözés. Igen, ez a piti bűnözés, de nem tudom, hogy ez a jó szó. Nem, én sem tudom, de ez a bevett. Igen, tehát a piti bűnözés lesz az, ami megtölti a börtönöket, ami természetes része az életvitelnek, de ez megint nem vallási probléma. És ez megint nagyon jól érzik a franciák, a francia társadalomnak a többsége, természetesen nem mindenki. Hogy itt erről van szó, és ez a réteg, ami mobilizálható a vallási fanatikusok számára. Úgyhogy Franciaország, amikor harcol az ellen, hogy a terrortámadásokhoz felhasználjanak az embereket, akkor tulajdonképpen ezért a rétegért harcol, hogy stabilizálja annyira, hogy ne lehessen elvinni őket, és ne lehessen egy agymosással élő fegyverként használni. De ugyanakkor nem hajlandóak ezek szerint a szekuláris társadalom által felkínált közösségbe integrálódni, hanem nekik külön kellene egy közösségi létet valahogy kitalálni. Ahhoz, hogy ne legyen piti bűnözés. Ez megint a francia tanulmányok azt mutatják, a francia szociológiai tanulmányok azt mutatják, hogy itt a közösségben való élés az, ami segít ahhoz, hogy ezt felszámolja, igen. ezt a problémát. Csak kérdés, milyen közösség? Igazából a francia állam ebből a szempontból az egyház közösségeket segíti. Akár muszlim, akár katolikus, akármilyen. Ez az, amit tulajdonképpen 2004 óta, Sarkozy elnök óta próbál megtenni a francia állam. Hogy ott ez a közösségépítés menjen. És ide nyomulhatnak be. Szekularitás ide vagy oda. Ez egy megint nagyon fontos dolog, de a szekularitás nem jelenti a vallás szabadságnak a végét. Tehát itt megint, hát volt egy 100 év arra, hogy ez egész pontosan kialakuljon, hogy lehet úgy a szabadon a vallásomat gyakorolni, bármilyen vallásomat, hogy közben a szekuláris államnak az integrált elveit tiszteletben tartsam. És ugye ez a katolicizmussal indul az 1905-ös nagy laicitás törvény, óta ez a laicitásnak az alapelve Franciaországban. Amit mi a hírekben úgy lecsapódva látunk, hogy nem hordhatnak mondjuk burkát az iskolába, vagy de akár kipát se, tehát semmilyen vallási jelet. Tehát ott a tanárok. Ez egy nagyon érdekes. A diákok? Nem vonatkozik? Nem.
Nem vonatkozik. Ez egy érdekes dolog, mert ez a vallásszabadság, uh-huh. francia, ez megint a francia gondolkodásmód. Hogy azt próbáljuk megérteni minden erővel. A francia gondolkodás azt mondja, hogy a tanár az államot képviseli az iskolában, és az állam nem lehet egyetlen egyház számára, vagy egyetlen felekezet számára igen. irányába sem elfogult. Tehát én tanárként sem a keresztet nem hordhatom, sem fejkendőt nem, mert abban a pillanatban nem én vagyok magam, hanem az államnak a képviselő. Akkor ezek a hírek, vagy akkor én félreértettem valamit, hogy voltak ilyen hírek, hogy a diákoknak is megtiltottak ezt azt alkotmányellenesnek minősül. Vagy alkotmány az alkotmányellenesnek minősül. Az egy másik kategória. Igen, mert mindenütt vannak ilyen helyi értelmezések, amit ugye az alkotmányos tanács az mindig próbál követni, hogy mi az, ami biztosíthatja az egyének a szabad vallás gyakorlását, és az államnak a szekularitását. A burka egy nagyon érdekes ügy volt például, ugye 2010-ben jött be a burka törvény, amikor megtiltották a nőknek, hogy az arcot és teljes testet eltakaró öltözéket hordjanak. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ez egy pár száz embert érintett Franciaországban. Tehát megint érezni, hogy ennek inkább szimbolikus jelentősége igen. volt, és nem egy valós társadalmi probléma állt mögötte. És ezzel talán a társadalmi integrációs kérdéssel, hogy a társadalmi integráció az állampolgároknak a közössége, az már túl vagyunk azon, hogy ki jöhet be az országba, és ki nem. Aki megkapta az állampolgárságot, azt arra vonatkozik. Tehát a társadalmi integrációs kérdés az is egy nagyon átpolitizált kérdés, és nem mindig a valós problémákra felel, hanem nagyon sokszor a politika használja. Vagy a politika használja. Én azt gondolom, hogy ez a tízes burka törvény, ez egy tipikus dolog, vagy a burkininek az esete. A burkini volt az a burka és a bikiniből alkotott szó egyveleg, aminek az a lényege, hogy muszlim vallásos nők úgy tudtak fürdeni a tengerben, vagy bárhol a strandon, ahol szerettek volna, hogy egy ilyen hosszú, ujjú és lábat bokáig eltakaró lasztex valami. Egy búvárruhába. Tulajdonképpen igen, erről van szó. Csak még a fejükön is volt. És a fejükön nem. Hát a hajat eltakadó igen. kendő volt. És akkor kérdés volt, hogy nagyon sok önkormányzat Dél-Franciaországban elkezdte betiltani, de nagyon csúnya atrocitásokra került sor, amikor az anyukáról... Kirakulták a vízből a... Gépfegyveresek, és igen. És igen, ez érdekes, a francia szabadságvágy, plusz ez a végrehajtó erély. Igen, itt fel is lép a központi hatalom, és azt mondja, hogy ilyen nincs. Tehát az, hogy egy nő hogyan öltözik, azt mondja a nőnek a magánszférája, uh-huh. és egy túl buzgó önkormányzat ebben ne szóljon bele, mert ez alkotmányellenes. És megint érezzük azt, hogy szimbolikus probléma, hiszen nem biztos, hogy az a baj, hogy egy nő hogyan öltözik fel a strandon, de az már baj, hogy ki az, aki elérhető, és mondjuk az iszlám állam, vagy más terrorszervezetek kit tudnak mozgósítani. Hiszen Franciaország nagyon aktív külpolitikai tevékenységet folytat, és nagyon célzottan 2001 óta az amerikaiak oldalán részt vesz a globális terrorizmus elleni harcban, és eredményeket ért el az iszlám állammal Szíria területén, Afganisztánban az egyik legstabilabb szövetségese az Egyesült Államoknak. És itt bizony ezek az észak-afrikai iszlám állam szervezet, Al-Qaida szervezet, itt mind veszélyezteti a francia biztonságot. Tehát kimondottan és célzottan a francia állam destabilizál, és társadalom destabilizálása a cél. Tehát onnan jön egy olyan vonal, amit nem úgy kell elképzelni, hogy François nem fogadja be a társadalom, felébred egy nap, és azt mondja, hogy hogy hívhatom fel a problémát erre, vagy a figyelmet igen. erre a problémára, és akkor gyorsan felrobbant. Nem cinikus akarok lenni, de hogy ez nem ennyire belső ügy, hanem itt François célzottan megtalálják a börtönön keresztül általában, mozgósítják, alvós egyként működik, kiképzi. Tehát ezeket a rettenetes terrortámadásokat megszervez iszonyatos pénz, és nagyon józan tervezést igényel. És ez a józan tervezés nem úgy jön, hogy a társadalomban egyszer csak egy tag azt mondja, hogy hát nem érzem, igen. így érzem, hogy ma ez a feladatom. Ugyanakkor kell hozzá egy labilis réteg, és a feladat ma a francia társadalom számára azt, hogy ezt a fajta labilitást felszámolni, tehát ezeket az érintkezéseket a radikális terrorszervezettel, és ez a radikális iszlamizmus, amit Macron nagyon erősen támad, és nagyon erősen próbál utána menni. Ez az, ami egy megoldandó probléma.
És nem kis probléma. Nagyon nagy probléma, igen. Tehát nem szabad lebecsülni ezt a problémát. Hát nem is lehet, mert olyan szintű és olyan mennyiségű merényletek zajlottak Franciaországban, mi szinte elképzelhetetlen volt még akár 15 évvel ezelőtt is, és nagyon fölgyorsultak. Nekünk viszont sajnos borzasztó kevés időnk van, engem viszont még egy kérdés nagyon érdekel, hogyha mondjuk a magyarok abba gondolkodnak, hogy itt a Kárpát-medence egy ilyen olvasztó tégely, és természetesen nem egy népről van szó, Betisztán semmelyik országban, és vegyük most Magyarországot, tehát itt lehetne azt mondani, hogy a migráció például vonatkozik Magyarországra is úgy, hogy mindenkinek a felmenői között vannak horvátok, szerbek, román, erdélyi, tehát lehetne azt mondani, hogy átnyúlunk mi is az országhatárokon, mit vagyunk úgy oda, hogy most akkor mások is bejönnek az országhatárunkon. Mondjuk egy francia fejben pedig ez a határ például vonatkozik a Maghrebre is, tehát Algéria, Marokkó, Tunézia, és akkor akár Indokína is. Másban gondolkodunk akkor, mint olvasztó tégely, és ezt ugye az Európai Unión belül egyeztetnünk kéne az elvárásokat is egymás felé. Ez hogy fog működni? Ez működik, ez az egyeztető folyamat. Tehát először is az a döntés, hogy kit engedek be, és kinek adok állampolgárságot, kinek adok egyáltalán ideiglenes tartózkodási engedélyt, ez kizárólag a nemzetállamnak a sajátja. De hát azért történnek néhány nyomásgyakorlás kísérletek. Tehát 2015-ben, amikor igen, hirtelen megérkezett ez a sok ember, akkor indult el egy olyan gondolkodás, hogy aki már itt van, azzal mit kezdjünk. Uh-huh. És az aki már itt van, arra született ez a bizonyos kvóta rendszer, hogy akkor osszuk szét, és akkor mindenki szolidarítson azokkal, ahol akiknek aki erősebb célország lett volna, tehát például Németországban rengetegen akartak menni, és akkor vállaljon be Magyarország is. Egy 1000 vagy 1200, vagy 1400, most nem emlékszem pontosan hány főt én kellett 1200-re volna emlékszem, én is befogadnunk, de nem egy olyan őrült szám lett, de ez nem egy tartós rendszer lett volna, amire azt mondjuk, hogy akkor ez egy hát állandósult mechanizmus jöhetett volna létre, mert ebben a pillanatban nincs arra politikai akarat, és ez jól látszott már akkor ott a migrációs válság alatt, hogy ez egy olyan ötlet volt, ami forgott közszájont, főleg azoknál az országoknál, akik célországok voltak, és nem kívántak annyira célország lenni, mint amennyire volt, hogy hogyan lehetne áttenni ezeket az embereket, de nem indult meg arról egy valós Európai Uniós szintű egyeztetés, hogy akkor ezt egy állandó mechanizmussá hogy kelljen kiépíteni, mert nem volt rá politikai akarat. Tehát a retorika megvolt arról, hogy ezt így lehetne megoldani, de maguk azok az egyeztető mechanizmusok, aminek a végén ott a döntés, igen, nem született meg. És azért az biztató, hogy mindenképpen ezek egyeztető mechanizmusok. Tehát mindenképpen az Európai Uniónak az alapelve, hogy leülünk egy közös asztalhoz, és ott születik egy kompromisszum. És ott nem fog számítani az, hogy van, aki mögött ott van ez a grandeur, ez a nagyság, és hát ugye ebben ráadásul egymásra licitálnak Franciaország és Németország Európában, tehát hogy mennyire tekintik majd partnernek nyilván azokat, akik mögött nincs ez a nagyság. Ez egy politikai alkú folyamat mindig. Tehát de ez a provokatív kérdés volt. De mindig, ez egy nagyon izgalmas dolog, mert Magyarországnak is vannak olyan ütőkártyái, amivel tud tárgyalni egy kerekasztalnál. És addig jó, amíg vannak. Kis államoknak is vannak. Uh-huh. Tehát ugye a kis államok számára mindig azt szoktuk mondani, hogy azért jó egy intézményesített tagság, mert egy olyan folyamatban, amihez egyébként nem tudnának, mert nincs eszközrendszerük rá mit kezdeni. Itt a kerekasztalnál tulajdonképpen tudják hallani, igen, az érveiket, és tudnak, ez olyan, mint a piacon az alkú folyamat, alkudozni arról, hogy rendben van, én most igent mondok, de akkor cserébe, igen, legközelebb majd te ilyen, igen, és ilyen esetben. De ezzel egy nagyon fontos dologra hívtad fel a figyelmet, hogy fontos, hogy az ember kicsiként is ne csak úgy alá menjen a nagyoknak, hanem legyenek ütőkártyái, és azokat használja, ha egy mód van rá.
Igen, minden államnál ez a politikai alkú, hogy tudom, hogy mit szeretnék, hogy tudom, mik a prioritásaim, hogy tudom azt, hogy milyen érdekeim vannak, és jól tudom ezt használni, tehát látom azt, hogy ha esetleg nemet mondok egy kérdésbe, akkor mennyire lesz. Szigetelem Igen. el magam, és utána milyen árat fizetek ezért hosszú távon. Ez egy borzasztóan fontos, előrelátó gondolkodás, ami minden állam számára kulcsfontosságú. És most egy kicsit beleláttunk, hogy ez Franciaországban hogy működik, még nagyon, még lenne nyilván több kérdés a francia mentalitással kapcsolatban, de bízom benne, hogy erre is lesz majd módunk. Most viszont nagyon köszönöm Szűcs Anitának, hogy itt volt velünk. Én köszönöm.